A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban középpontba kerül a segítségnyújtás, aztán megismerhetnek egy fehérvári kötődésű zenekart, akik megjárták a Dal című tehetségkutatót. Tartsanak velünk! Medencetörés, eszméletvesztés, hirtelen szívhalál. Ilyen és hasonló szituációk fogadták azokat, akik részt vettek a Vöröskereszt elsősegélynyújtó versenyén. A megmérettetésre a területi verseny legjobbjai jutottak el, közülük az első helyezettek pedig az országos döntőbe mehetnek. Helyszínbiztosítás, ketten menjek. Súlyos sérülést szenvedett ez a fiatal, akit egy személyautó ütött el. A nyílt seb ugyancsak festve van a versenyzőknek, mégis úgy kellett ellátniuk a sérültet, mintha valódi lenne. Ez a csapat Dunaújvárosból érkezett, és a csapat kapitány azt mesélte, édesanyja ápoló, és ő is annak tanul, azért, mert ő is szeretne segíteni másokon. Annyit jelent számomra, hogy boldognak látom, hogy tudok segíteni valakin, és akkor ez nekem tök jó leketet ad, és akkor, hogy segítettem valakin, ez tök jó érzés. Sérültnek volt egy medence, illetve egy nyílt combcsonttörése. Jó, a combcsontörés, ezt nem mozgatjuk, ez nagyon-nagyon fontos dolog. Jó, tehát két oldalról megtámasztható a betegnek a végtagja, de nem mozgatjuk, nem polcoljuk föl, ez a része, ez nem volt egészen tökéletes a dolognak. A medencét szintén két oldalról meg lehet támogatni, azt helyesen észleltétek, hogy nem nyomogatjuk, nem? Nem észleltétek, ez a baj. Teljes testvizsgálata, az hozzátartozik a medencevizsgálat is. Jó, nem rányomunk, szimmetriát vizsgálunk, de ez azt most kimaradt. Igen, hogy nem nyomtatok rá, ezek szerint a másik része. Az ittasérőknek az ellátása az teljesen rendben volt. Jó, tehát felügyeltétek, végigvizsgáltátok, nem hagytátok magára, illetve bejelentettétek sérültnek, hogy a baleseti mechanizmus alapján ő is sérültnek számít, külszíni sérülése nincsen, de értelemszerűen szerezhetett olyan sérülést, ami kórházi kivizsgálást igényelte. A feladat értékelése során kiderült, érdemes ezt a hivatást választaniuk a fiataloknak. A megoldás ugyan nem volt tökéletes, mégis jól végezték el azt. Jó, küldjük a mentőt. Ennek a fiatalembernek megállt a szíve. A diákok gyorsan észlelték, hogy a beteg nem lélegzik és keringése sincs, azonnal megkezdték az újraélesztést és értesítették a mentőket. Az első segélynyújtó verseny résztvevői a verseny előtt sokat készültek és tanultak első segélynyújtásról, valamint az életmentésről. Újra kellett élesztenünk, és volt még ugye egy ágyút sérültünk. Szerintem egész jó volt, sokkal jobb, mint például, amikor próbáltunk, vagy bármikor máskor igazából, de szerintem ez egész jól ment. Köszönjük szépen, nagyon szépek voltak! A verseny Fejér megyei fordulóját különleges divat bemutatóval nyitották meg ünnepélyesen. Az Árpád iskola diákjai saját kollekciójukat mutatták be. Az újra hasznosított ruhákat a technikum tanulói készítették. A megmérettetést évről évre megrendezi a Vöröskereszt, mint azt a vármegyei igazgató mondja azért, hogy az első segélynyújtási ismereteket minél szélesebb körben megismertessék. Igyekszünk úgy összeállítani a feladatokat, hogy mindenféle életszituációt produkálunk a gyerekeknek, ezért nagyon fontos, hogy a versenyeinken imitátorok is részt vesznek. Az imitátoroknak az a szerepe, hogy valósághű sebeket festünk fel rájuk, és ők eljátszák azt a szituációt, azt a sérülést, azokat a tüneteket, ami alapján a versenyzőknek fel kell ismerni a helyzetet, és megfelelőképpen el kell őket játszani. Szűcsné Szigeti Hedvig elmondta, a diákok egész évben készülnek a versenyre tanórák keretein belül. Vöröskeresztnek ugye alapvető tevékenysége az, hogy hirdessük és minél jobban népszerűsítsük az elsősegélynyújtást, illetve az újraélesztést, ezt mi küldetésünknek is tekintjük. És ezért van az, hogy ezek a gyerekek, akik ma itt vannak, ők nem megjelentek ezen a versenyen, hanem emögött egy éves felkészülés van, amit az iskolák végeznek velük, vagy pedig a felkészítő tanáraik, és így jutnak el ide. Tehát ők egész évben foglalkoznak ezzel a témával, itt igazából csak a tudásukról adnak számot nekünk. A versenyre három korcsoportban lehetett jelentkezni. Akik a legtöbb pontot szerzik itt, azok az országos fordulón is bizonyíthatják rátermettségüket.
A tavalyi döntőn a bugátosok lettek az ország legjobb első segélynyújtói. Kéklámpások, kisebb és nagyobb bacska gyermekek töltötték meg a Bregyó közi sportcentrumot. Hosszú évek után ismét megrendezték a közös rendőr és tűzoltó napot. Rendőrségi bemutató, rendőr kutyás bemutató, tűzoltósági bemutató, a sportok lenyomás. Zámolyi általános iskolások sorolják, mennyi programon vettek részt alig egy óra leforgása alatt a Bregyóban. A kicsik közül volt, akinek a rendőrök, és akadt, akinek a tűzoltók felé húzott inkább a szíve. Na jó, volt itt. Szerdán akár egyszerre mindkettő lehetett mindenki, hiszen hosszú évek után ismét közös rendőr és tűzoltó napi rendezvényt tartott a Fejér megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság és a Fejér megyei Rendőrfőkapitányság. Volt, aki a készenléti rendőrség pajzsán próbálta ki az erejét, és akadt, aki maga is készenlétisnek állt. A rendezvény célja pont ez volt, hogy a kéklámpás szervezetek minden alosztályát és eszközét megismerhessék a fiatalok. Itt a Bregyó központban a katasztrófavédelem közös nyílt napot tudtunk tartani és szerveztünk, és nem csak a katasztrófavédők, hanem a mentőszolgálat, a polgárőrök, az országgyűlési őrség, illetve a készenléti rendőrség is képviselteti itt magát. Az volt a célunk, hogy az együttműködés, a munkánk bemutatása az a fiatalokhoz, illetve mindenkihez eljusson. A cél pedig megvalósult, hiszen több száz diák vett részt a délelőttől tartó programon, és kóstolhatott bele a kéklámpás szervezetek mindennapjaiba. Elsősorban a kisebbeknek szerettünk volna egy olyan kis programot összeállítani, hogy játékos formában tudjuk őket megszólítani, hiszen már az óvodás korcsoporttól fontosnak tartjuk, hogy a bűnmegelőzésre, a szabályok követésére felhívjuk a figyelmüket. Itt színezni tudnak, különböző játékos kis fejtörőket oldhatnak meg, biztosítottunk egy játszószőnyeget, a kis rendőrautókkal tudnak játszani, és közben persze megpróbjuk őt megszólítani, beszélgetünk, de nagyon sok középiskolás is érkezett hozzánk, nekik pedig különböző fejtörőket, elgondolkodtató kis feladatokat adtunk, illetve igyekeztünk megszólítani őket és egy beszélgetést eszközölni, valamint egy részegszemüveget, illetve egy drogprevenciós szemüvegen keresztül megnézhetik, hogy hogyan tudnak feladatokat megoldani, mennyivel nehezebb egy ilyen szituációban odafigyelni, koncentrálni, hogyha esetlegesen a látásunk, a koncentrálásunk, mondjuk valamilyen befolyásoltság alatt állunk, hogy tudunk reagálni. Ez is nagyon fontos, illetve különböző személyes beszélgetések, tanácsadások voltak áldozattá válás elkerülése érdekében, illetve nagyon sokan megkérdezték, hogy egy-egy csíny esetében a rendőrségnél kell-e bejelentés, feljelentést tenni, vagy mi a különbség egy csíny és egy bűncselekmény vagy szabálysértés között. Én azt gondolom, hogy ez a játékos formában történő megszólítás, illetve beszélgetés, főleg a fiatalok esetében nagyon fontos és hasznos, hiszen játékos formában interaktívan akár, vagy egy beszélgetésbe beleépített prevenciós tanácsadás fontos, hiszen megmarad a fejükben, jobban tudnak odafigyelni, illetve egy élményt próbáltunk adni ebbe a szép időben. Láthatják a rendőrségnek különböző arculatát, különböző tevékenységünket, és próbáltuk mi is a bűnmegelőzést megmutatni, hogy mi milyen programokkal tudunk akár egy oktatási intézménybe, vagy a nyugdíjas klubokba ellátogatva tanácsadást adni az érintetteknek. Sok mindennel készültünk a kisebb, illetve a nagyobb gyerekeknek, felnőtteknek is. Az idei évet a biztonsági öv használatának a népszerűsítésé a fő célkitűzésünk, ezért hoztunk egy biztonsági öv szimulátort, ami azt szimulálja, hogy egy 10 km per órás ütközésnél mennyit fog az emberen a biztonsági öv. Sokan kipróbálják, és bízunk benne, hogy így, hogy megtapasztalják ilyen kisebb is sebességnél is, hogy milyen nagy mértékben az ülésben tartja a biztonsági öv a gépjárművel utazót, hogy utána használni is fogják. A tűzoltóság felállított füstsátránál ez a plüssmajom alig, hogy megmenekült, már repült is vissza.
hogy aztán újabb megmentőre találjon. A tűzoltók tűzmegelőzési programokkal és bemutatókkal és puttonyfecskendős célbalövéssel várták az érdeklődőket, és persze volt pályaorientációs sátor is. Ebben az időszakban mindenki szeretne tűzoltó lenni egy kicsit, és próbálunk tájékoztatót adni arról, hogy ha a jövőben felnőttként ő szeretne hivatásos lenni, akkor milyen feltételeknek kell megfelelnie. A kitelepülők persze a bemutatkozás és a toborzás mellett nagy hangsúlyt fektettek a prevencióra is, így a kilátogatók előadásokat is hallgathattak a bűn, a tűz és a baleset megelőzésről is. Fehérvári kötődésű zenekar is továbbjutott a Dal című tehetségkutató elődöntőjébe. A From the Sky együttes frontembere mesélt stúdiónkban Csapó Ramon a kolléganőmnek tapasztalatairól és az együttes történetéről. Fehérvári vonatkozású zenekar is bejutott a Dal című tehetségkutató műsorba. A From the Sky frontembere, Tari Szaborcs, most itt van velem a stúdiómban, köszöntelek. Kezdjük akkor egy kicsit azzal, hogy hogyan is kezdődött a te történeted. Szia, örülök, hogy itt lehetek. A történet nem megy annyira messzire vissza az időben, megközelítőleg 2020-2019 vége az, amikor ez az egész projekt elindult. Történt egy elég komoly lelkitörés az életemben, ami után egy teljesen új felfogásban szerettem volna visszaállni a zenélésbe, és ennek fényében volt hosszú meeting sorozatom például a lemezkiadónk főnökével és az ő csapatával, hogy akkor hogyan is kéne ezt az új szemléletet létrehozni. Ennek lett a lenyomata a From the Sky, amit szóló projektként kezdtem el. És mit ad neked a zenélés? Ugye mondtad, hogy volt egy ilyen nagy törés az életedben, és hogy ezzel tudtál ezen tovább lépni. Mi az, amit ad neked a zene? A zene ez egy gyerekkori szerelem volt, és onnan indult el az életemben a zenélés, mint terápia. Tulajdonképpen gyerekkori betegségem volt, hogy nem lehettem Paul McCartney. Ebbe szerintem a félvilág szenvedett egy időben, és a mai napig úgy érzem, hogy szeretnék valahogy oda kerülni a megfelelő közegbe, és ezért igazából mondhatom, hogy majdnem mindent sikerült meg Istenem oktatás szinten, és a Zeneakadémián diplomáztam, és klasszikus gitárművész, művésztanár és kamaraművész vagyok. Mesélj egy kicsit arról, hogy mégis a zenekar az hogyan alakult ki? Nagyon érdekes, mert ahogy mondtam is az előbb, hogy a From the Sky szóló projektként kezdődött, ami azt jelentette, hogy én vettem fel mindent, én írtam a dalokat, én játszottam föl, én énekeltem föl, stb. Csak hogy szerettem volna a színpadra állítani, ugyanis a visszajelzések, a videóklipek, amiket én még a lemez megjelenés előtt elkezdtem kiadni, azokra annyira pozitívak voltak, vagy azok annyira pozitívak voltak, hogy megkerülhetetlen volt, hogy a színpadra kell állítanunk. És szerencsére pont a zenész közeg, akit a legjobban ismerek a világon, sok-sok barát volt az, akik mellém tudtak állni, és szívesen mellém is álltak, és tulajdonképpen mondhatom is, hogy 2021 augusztusára meglett az a végső felállás, amiben jelenleg is létezünk. Ki volt egyébként annak idején a célközönséged, akár egymagad, illetve amikor a zenekar elindult? Kiket próbáltatok megcélozni, megszólítani a zenével? Nagyon bonyolultat kérdezem, mert tulajdonképpen magam sem tudtam pontosan, mert nem erre készült feltétlenül, hogy én nekem most mi lesz a célközönségem, csak el akartam mondani elsősorban azt, ami engem nyomasztott, és ez a lelkitörés tulajdonképpen adott egy olyan játszóteret nekem a dalírásnál, hogy tudtam olyan dalokat csinálni, amelyek mondjuk működhetnek az Ákos Rúzsa Magdi féle közönségnek, és természetesen a Róna közönségnek is. Akkor abszolút a te érzéseid inspirálják a dalszövegeket, vagy mi az, ami ilyenkor számít egész szöveg megírásánál? Az érzések, az érzetek, és ugyanennek egyébként a lenyomata maga a zene is. Sokszor van, hogy a dalszövegírás közben jut eszembe, hogy mit szeretnék, hogy mit akarok hallani hozzá, milyenre képzelek el egy dalt, de természetesen ez fordítva is megesik. Van, hogy nem tudom kifejezni magam, van, hogy nem jutnak a szavak eszembe, és ettől gondolom azt, hogy talán egy zenész talán jobban funkcionál így, hogy leül egy zongorához vagy egy gitárhoz, és azok elmondják azokat az érzéseket, amiket talán szavakban nehéz önteni, és akkor van, hogy így utólag szoktam szöveget írni hozzájuk. Amikor játszottok egyébként a színpadon, akkor mi az, amit próbáltok a közönségnek átadni? Milyen érzésekkel léptek színpadra? Ehhez még nem tud megfelelő látvány párosulni, de már dolgozunk rajta, hogy vizuálisan is hasonlóképpen jöjjenek vissza azok az érzések, azok az elemek, amik a dalokban is benne vannak. Az új lemezünk, ami februárban jelent meg,
az Antarktika, és ugye ennek a címadó dalával voltunk ebben a tehetségkutatóban, amivel kezdtük is ezt a műsort. Tulajdonképpen ez a fagyos táj egy ilyen szimbólum ennek a megfagyott léleknek, és az egész album e köré épült, ez a második album, ahogy próbálna az ember a megfagyott szívből egy kicsit felolvadni, és bízni abban, hogy a jövőben valami pozitív fog történni, ezeket az érzéseket és ezeket a képi világot, ezt a fajta képi világot szeretnénk valahogy átadni a közönségnek. És egyébként ugye nyilván nem ez az egyetlen albumotok, ami van. Van-e olyan nektek, ami kifejezetten kedvenc dal egy albumról? Szerintem, ami zenekar szinten mindenképpen kedvencnek számít, az egy Vulkánusz című dal még az első lemezről. Ez egy elég disztópikus és baljós jellegű nóta, természetesen. Van benne egy kisebb társadalom kritika, és az, hogy merre felé tart a világ. És szerintem ez mindannyiunkat megérintett annyira, hogy minden koncertünkön elhangzott eddig. És egyébként, mik a visszajelzések az új lemezetekkel kapcsolatban? Mit tapasztaltatok? Eddig a sajtó visszajelzésünk az szenzációs, és rendkívül hálás vagyok, hogy a magyarországi rock metal sajtó ilyen szinten mellénk állt, és értékelték, és látták a törekvést abban, amit csinálunk. A visszajelzések a közönségtől egyébként azok, amik számunkra még érdekesebbek, még fontosabbak, és itt vissza is térnék a Dal című műsorra, hogy nagyon sok visszajelzésünk jött arra, hogy az akusztikus változata még inkább megfogta őket, ugyanis talán jobban érvényesült a dalnak a szövege, talán még közérthetőbbé vált, úgyhogy most van egy ilyen jellegű törekvésünk. Nem valószínű, hogy idén, de jövőre már biztosan meg fogunk jelentetni egy akusztikus lemezt, a két lemeznek a válogatásával, talán bónusztalokkal egyet. És hogyha már így belementünk ebbe a Dal című tehetségkutatóba, miért gondoltátok úgy, hogy ti jelentkeztek ebbe a műsorba? Mi volt a cél? Jót kérdezel, ugyanis pont ez az Antarktika című dal volt az, amivel én már nem akartam jelentkezni, bár ugyanerről a lemezről az előző adásra jelentkeztünk kettő másik dal, a két videóklippes dal, az egyiknek a Luna cím, a másiknak pedig Létén. Mind a kettő dal olyan volt, ami szerintem nagyon szépen és közérthetően működhetett volna ott a műsorban. Valamiért akkor nem kerültünk ki választásra. És én akkor egy kicsit lelkileg el is engedtem, jó, hát azért rock metal zenekar vagyunk, nem biztos, hogy a köztévének ez tényleg, hogy is mondjam, nem csak nekik, hanem nekünk sem feltétlen cél közönség, akik ott vannak. De aztán kiderült, hogy nem gondoltam én ezt olyan rosszul, viszont amikor megjelent a lemezünk, akkor előtte volt egy hosszabb tárgyalásunk megint a lemezkiadó főnökével, dr. Hartmann Kristóffal, aki azt mondta, hogy de a címadó nótában pontosan benne van az a potenciál, amivel el kell menni a tévébe, tessék beadni a jelentkezést. Úgyhogy tulajdonképpen neki köszönhetjük, hogy ott voltunk ebben a műsorban. És akkor most igen, nyilván sikerült. Milyen tapasztalatokat szereztetek ott? Ez volt számunkra az első olyan tévés tapasztalat, amikor élőben kellett zenélnünk tévében. Rendkívül tanulságos volt. Még sok mindent kellene tanulnunk hozzá, hogy rendesen profi szinten tudjunk ott is megszólalni. Azt gondolom, hogy fejlődőképes a produkciónk, és hogy ezt talán a későbbiben meg is tesszük. Egyelőre a számunkra szempont, hogy inkább a színpadokra térjünk vissza, mint sem a tévéstúdióba, de hogyha úgy jön, természetesen nem zárjuk ki ezt a lehetőséget sem. Most mondtad, hogy fejlődnötök kell, miben látod a fejlődési lehetőséget, mit gondolsz, mi azonban fejlődnötök kell még zenekari szinten? Leginkább a technikai háttérnek a megismerése. Tehát tulajdonképpen az, hogy ez nekünk nem főállásunk, nem tud az lenni, amíg ugye nem fizetőképes egy ilyen produkció igazán. Addig a technikai háttér az, ami egy kicsit hiányos is nálunk, kettő, nincs is benne elegendő tapasztalatunk. Mi a hangokhoz értünk jobban, mindenki képzett művész a zenekarban, de hogy Isten igazából magát a technikai hátteret még mindig tanulmányozzuk, és sajnos ezekből adódóan szoktak lenni olyan gigszerek, amiket szívesen elkerülnénk a későbbiekben. És azért minden zenekar életében azért vannak nehezebb időszakok. Nektek volt-e ilyen, és hogyha ilyen, akkor hogy éltétek ezt meg? A jelen zenekarban azt kell, hogy mondjam, talán most a legnehezebb időszakot éljük éppen, ugyanis eljutottunk két lemezzel oda, hogy most már van egy teljes repertoárunk, most már koncertkészek vagyunk, és most jelenleg éppen azt várjuk, hogy akkor sikerüljön megszerveznünk a megfelelő közegnek a koncertjeinket, és remélhetőleg az őszünk már innentől erről fog szólni. Akkor mesélj arról, hogy mik a jövőbeni tervek, milyen koncertekre mentek majd. Van ígéretünk arra, hogy egy Darjada nevű fantasztikus magyar folk metal zenekarral lenne egy kisebb turnénk itt az országban. Ez valószínűleg az ősztől meg is fog valósulni. Ez egy régebb óta tolódó történet, úgyhogy valószínűleg tartom, hogy ennek most már tényleg élbe kell ütődnie.
azt gondolom, hogy ezzel sikerülne eljutnunk egy nagyobb célközönséghez is. Kettő, az országban legalább egy 12-14 helyre biztosan eljutnánk ezzel a hangverseny sorozattal. Egyébként mit látsz, mi a közönségetek most? Ugye beszéltünk itt a célközönségről, de kik azok koncertetekre elmennek? Ez egy nagyon jó kérdés, megint csak. Azt kell mondjam, hogy a rock metal közeg, ugye elsősorban az, akik számunkra alapvető célközönségnek számít, de pontosan ezért említettem ezt az akusztikus anyagot is, hogy ez egy nagyon érdekes visszajelzés volt, hogy lenne igény arra, hogy ezt a fajta zenét is megmutassuk, ugyanis egy teljesen más típusú célközönség, ahogy említettem, inkább ez a, akik inkább a Rúzsa Magdi Ákos típusú dalokat hallgatják, azoknak talán jobban talált ez a történet, és ilyen jellegű visszajelzések alapján szeretnénk ezt a vonalat is teljesen felépíteni. Egyébként erre voltak korábban is törekvések, majd a két lemez fényében szerintem te is jobban fogod látni, hogy sok akusztikus jellegű dal van, ami inkább dramaturgiailag épít a rock metalra utána. Van egy ilyen belső mozi hangulata a daloknak, és ezt meg lehet másképpen is hangszerelni, és épp ezért gondoljuk azt, hogy meghagyjuk az eredeti köntöst, arra ott van már a rock metal közönségünk is, akkor lesz egy ilyen szép akusztikus, talán vonós négyessel kiegészülve, ami pedig egy kicsit ilyen klasszikusabb, autentikusabb hangvétel tud adni. Egy kicsit részletesen, hogy merre fele lehet veletek találkozni majd akkor? Remélhetőleg itt Székesfehérváron is az ősz folyamán. Mindenképpen fel fogunk lépni a fővárosban, ott több ízben is fogtok velünk még az év folyamán találkozni. Jelenleg a koncertjénk szervezés alatt állnak, így nem tudok bőven. De azért érdemes lesz majd ellátogatni a koncertetekre. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy itt lehettem. Ez volt már az Együtt magazin, köszönjük, hogy velünk tartottak, szép estét kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.